Nyírpazonyban az utóbbi években számos fejlesztés és beruházás valósult meg, amelyekhez Európai Uniós, állami és saját forrást egyaránt igénybe vettek, több mint 1 milliárd forint értékben. A közintézmények energetikai felújítása mellett útfelújításokat, csatorna, vízelvezető árkok és járdák építését, valamint tárgy és személyi fejlesztéseket is végrehajtottak, többek között az óvodában és a helyi 2 tanítási nyelvű iskolában is. A legutóbbi választási ciklusban leginkább a közlekedés fejlesztése, valamint a csapadék vízelvezetés kapott kiemelt önkormányzati figyelmet. A 2014-19-es ciklus alatt a lakossági igényekkel összhangban és a képviselőtestület döntés alapján 2 fő prioritást jelöltünk meg. Az egyik az utak, járdáknak a fejlesztése és rendbehozatala, a másik nagyon fő cél volt pedig a települési csapadékvíz elvezetésnek a megoldása, illetve a csapadékvíz elvezetésnek a fejlesztése. Viszonylag szűkek az utcái Nyírpazonynak, és megnövekedett a gépjármű forgalom, ezért döntöttünk úgy, hogy ahol lehet és van lehetőségünk, akkor egyrészt az utaknak az állapotát fogjuk javítani, másrészt pedig, ahol van mód rá, ott pedig a szélesítést fogjuk eszközölni. A másik szempont pedig a utaknak és a járdáknak az állapota volt. Viszonylag kevés Nyírpazonyban a járda. Hogyha a településen körbejárunk, akkor láthatjuk, hogy az intézmények körül vannak elsősorban kiépített útjaink és kiépített járdaszakaszaink, és ezért határoztuk el, hogy az elkövetkezendő időszakban, illetve ebben a ciklusban új járdákat fogunk építeni, illetve a meglévőknek a felújítását szisztematikusan el fogjuk kezdeni. A másik fő prioritás volt a csapadékvíz elvezetés. Csapadékvíz elvezetés tekintetében arról tudok beszámolni, hogy azok közül a települések közé tartozunk, ahol a 25-30 mm egyszerre lezulduló csapadék komoly problémát okoz. Az árkok egy része a település egyes részein nem bírja elvezetni, illetve van olyan település részünk a Kabaláson, ahol egyáltalán nem tudjuk hova vezetni a vizet, ott most szivattyúzással oldjuk meg a problémát. Természetesen ez rengeteg kellemetlenséget okoz többek között a lakosságnak és mindenkinek, hiszen vannak olyan részek, ahol abban a pillanatban megáll az élet, úgyhogy mindenképpen ebben az irányban szerettünk volna elindulni, hogy ha tudunk és van rá pályázati lehetőség, önerő, saját erő, illetve a közmunkaprogramon keresztül, akkor ezekben a területeken tudjunk fejlesztéseket elérni. Tavaly számos útszakaszt újítottak fel Nyírpazonyban, járdákat, folyókákat és vízelvezető árkokat is építettek a településen. A Kossuth utca került felújításra, egy teljes új aszfalt szőnyeget kapott a Kossuth utca, illetve a 3 Kossuth köz, illetve a csapadék vízelvezetést és az útfejlesztést itt össze tudtuk kötni, hiszen egy vízelvezető folyókát is kapott az utca. Ez nagyságrendileg egy 25 millió forintos beruházásunk volt, és ott a csapadékvíz elvezetésnek a problémáját, illetve az útfelújításnak az eddigi gondját meg tudtuk oldani. Járda felújítás tekintetében érintett 3 utcánkat a tavalyi év. Az egyik, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mindegyikre nagyon büszkék vagyunk, de az egy kiemelt utunk volt az Arany János utca. Az Arany János utca görögkatolikus templomtól az óvodáig került felújításra. Ez az útszakasz az, ahol az iskolásaink minden nap járnak az óvoda ebédlőjébe, és jönnek vissza. Az ebédlőbe történik elfogyasztása az ebédnek, és ezen az útszakaszon járnak esőbe, hóba, úgyhogy éppen időszerű volt a közel 40 éves útszakasznak, vagyis járdának a felújítása. Volt még egy másik nagyon fontos járdafelújítási programunk a Széchenyi utcán, az óvoda közelében. Posta elég nagy forgalmat, gyalogos forgalmat bonyolít le a járda, úgyhogy annak a felújítását is el tudtuk végezni, illetve egy 600 méter hosszan a Vasvári Pál utcán újítottunk fel folyókákat, amely könnyebbé teszi most már a csapadékvíznek az elvezetését, illetve megtámasztja az útparkát is, és nem repedezik össze. A beruházások és a fejlesztések azonban nem értek véget a tavalyi évvel. A településen jelenleg is folyamatban vannak útfelújítások és járdaépítések. Jelenlegi beruházások tekintetében éppen a Kabalási útszakasznak a fejlesztését látjuk. Műszakai tartalmát tekintve egy 1,6 km útnak a fejlesztéséről van szó. Közel 50 éve épült az út, 3-3 és fél méter széles, értelemszerűen 2 autó egymás mellett nem fér el, parkára kellett állandóan húzódni. Itt a lakosoknak is állandó jelzése volt, hogy ha tudunk, van módunk és lehetőségünk rá, akkor pályázati forrásból fejlesszük, szélesítsük az útszakaszt. Ez megtörtént, egy 6 méteres út lesz a beruházás végén, amely teljes aszfalt szőnyeget és aszfalt burkolatot fog kapni. A beruházásnak a nagysága egy 160 millió forint összeg.
várhatóan július közepére elkészül az út. A másik, ami folyamatban lévő beruházásunk, az a Petőfi utcán egy járda építés, 670 folyóméter hosszan, 1 méter szélességben térburkolóköves járda kerül kialakításra. Mindezek mellett további fejlesztéseink lesznek, útszélesítés, aszfaltozás tekintetében ez érinteni fogja a József Attila utcánkat, a Felszabadulás utcánkat, a Jászmin utcánkat és az Arany János utcákat. A nagyközségben jelenleg több mint 3600-an laknak. A település átlag életkora 40 év körül van. Ez azt is jelenti, hogy egyre több fiatal és egyre több gyermek él Nyírpazonyban. Az óvoda így nem csak a gyerekek, hanem egész családok életében központi helyet tölt be. A 100 férőhelyes óvodánkban megszűkült a hely, ezért szeptembertől az önkormányzat jóváhagyásával, a fenntartó segítségével 5. csoportot tudunk létrehozni az óvodában. Nagyon sok szülő, aki ebbe az óvodába iratja gyermekét, az első szempontja a nevelésünk és a pedagógusok személyiségén kívül az, hogy osztatlan csoportba szeretnék a gyermekeiket járatni, és így, hogy az 5 csoportot létrehozzuk, így az osztatlan csoportoknak a fenntartását továbbra is tudjuk biztosítani. A fenntartó ígéretet tett arra, hogy a nyár folyamán a régi szárnyban lévő 2 csoportszobát és egy fejlesztő szobánkat 5. csoporttá alakítja át, és teljes felújításban fogja biztosítani a meglétét a csoportszobáknak. A berendezéseket, a tárgyi berendezéseket és az eszközöket pedig az intézményünk jótékonysági vájából szerzett bevételből és különböző adományokból fogjuk biztosítani. Az önkormányzat ezen kívül több mint 80 millió forintot költ majd az óvoda energetikai, épületgépészeti és konyhai felújítására. A konyhában és az ebédlőben lesznek beruházásaink. Ennek a nagyságrendje összegben egy olyan 80 millió forint értékű. 2 nagy beruházásról van szó, az egyik egy 40 millió forint értékű napelemes beruházás, fejlesztés, a kazánt, illetve a fűtésrendszer fogja ellátni, fűtésrendszerbe fog betáplálni, ezzel csökkentve a kiadásainkat az óvoda rezsijébe. A másik pedig egy konyha felújítás, amely 2 nagy részből fog állni, szintén hasonló nagyságrendben, mint a napelemes pályázatunk. Ez egy eszközbeszerzés 7 millió forint értékben, és a belső munkákat pedig a teljes épületgépészet meg fog újulni a villanyszerelési munkától, az épületgépészeti munkáig és a festésburkolásig, úgyhogy megújul a konyha, és az önkormányzat fogja a konyháját egyébként tovább üzemeltetni. Az óvoda mellett az iskola is jelentős létszámbővüléssel büszkélkedhet, amelynek az is az oka, hogy a gyerekek a megyében mindössze 4 helyen tanulhatnak, 2 nyelven. Nagyon jó ez az oktatási forma, mert ennek eredményeképpen az iskolánkban a tanuló létszám nagy mértékben növekedett. Ennek eredményeképpen már az utolsó 2 évben 30-28 fő gyermek jelentkezik iskolánkba. Ez mind annak tudható be, hogy tudomást szereztek a környékről is a szülők, és ide hozzák a gyermeküket beiratni. Tulajdonképpen egy-egy osztályba 6-7 olyan gyermek van, aki más településről jár be. Ez többek között a 2 tanítási nyelvű oktatásnak köszönhető. Az elmúlt időszakban az iskola teljes felújításba részesült, külső burkolatot kapott, hőszigetelést, új színezetet kapott egy szép barna, világosbarna, sötétbarna kompozícióba. Ezen kívül a Nyíregyházi Tankerületi Központ segítségével ebben az évben 19 millió forintért a fűtés korszerűsítésére kerül sor, amikor 4 új kazánt szerelnek a kazánházba, aminek eredményeképpen energiamegtakarítást tudunk elérni. A beruházások és a fejlesztések nem érnek véget az idén. A települési önkormányzat számos további pályázatot nyert, amelyek kivitelezése legkésőbb, a jövő évig befejeződik. Nyertünk egy pályázatot 10 millió forint értékben a Báci dőlőnek, egy külterületünknek az útfejlesztésére. Ott a 10 millió forintból egy murvás utat szeretnénk lerakni, jelenleg egy földút, úgyhogy ezt szeretnénk fejleszteni.
Van egy megnyert pályázatunk Kondi Parkra. A Kondi Park 10 elemből álló park lesz kialakítva a sportpálya területén, illetve van egy nagyobb ívű beruházásunk. Jelenleg itt állunk a könyvtár előtt, és a könyvtárunk háta mögött, a volt református parókiának a háta mögött egy 350 millió forint értékű beruházásunk fog várhatóan a jövő évben megvalósulni. Itt egy 20-40-es versenykézilabda pálya méretű tornacsarnok fog épülni, és a tornacsarnok különböző kiszolgáló helységekkel lesz ellátva, 4 öltözővel, illetve szertárral, úgyhogy a jelenlegi iskolában meglévő tornatermet már régen kinőtt a település. Nagyon nagy igény van egyébként a település lakossága részéről is arra, hogyha időjárástól függetlenül lehessen sportolni. Ennek a lehetősége lesz megteremtve az elkövetkezendő időszakban, és várhatóan 2019 nyarán meg fog épülni és átadásra kerül a tornacsarnok. A polgármester tervei szerint további útfelújítások, valamint ahhoz köthető eszközbeszerzések is folyamatban vannak. Van 2 utaspályázatunk, az egyik a Vasvári Pál utcának a szélesítése, ez a 4-es számú főútvonaltól valósulna meg, 1 kilométer hosszan. A jelenlegi pályatestet egy olyan jó 0,5 méterrel tudjuk szélesíteni, 5,5 méterre, szintén biztonságosabb lesz rajta a közlekedés. Van egy külterületi pályázatunk, beadva Napkor Nagyközség önkormányzatával közösen, itt egy MTZ 82-es erőgépre és egy gréderre pályáztunk, amivel a külterületi utakat, földutakat tudjuk karbantartani és rendbe tartani, illetve van még egy pályázatunk beadva, szintén MVH-s pályázat a rabatalozónak a felújítására, pontosabban a rabatalozó előtti térnek a felújítására. Ott szeretnénk megvalósítani egy ilyen előteret, ahol a gyászoló gyülekezet védve van egyébként az esőnek, illetve szélnek, hónak a viszontagságaitól, és ott méltóképpen tudja azt az órát eltölteni, és nincs kitéve különböző időjárási viszontagságoknak. Egy olyan 650-700 millió forintos az a fejlesztési összeg, amelyről most itt beszéltünk az elmúlt időszakban. Ennek körülbelül a fele az, amely ebben az évben fog megvalósulni, és ugye a nagy volument, a 350 millió forintos csarnok beruházás pedig a jövő évben fog realizálódni. Hogyha összetételét nézzük ennek a nagyságrendű összegnek, akkor elmondhatjuk azt, hogy 2-szer kapott a Nyírpazony Nagyközség önkormányzata 2-112 millió forintot adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati támogatása címén, és ebből a 224 millió forintos összegnek gyakorlatilag a 3/4-ét fordítottuk út csapadékvízel hálózatnak a fejlesztésére, és ennek szép példáját láthatjuk itt, hiszen ebből az összegből lett megvásárolva a könyvtárunknak, a volt református parókiának az épülete is. A másik szintén pályázati forrás, a toppos pályázati forrásunk, a Kabalási útnak a szélesítése, egy olyan 150 millió forintos nagyságrendet tesz ki, illetve a közmunkaprogramban is vannak olyan elemek, illetve olyan támogatási összegek, amiket szintén útfejlesztésre, járdafejlesztésre fordítottunk, és vannak olyan szakaszaink a nyírpazonyi település fejlesztésnek, illetve területeink, amelyet önerőből sikerült megvalósítani, és önerőből fejlesztettük. Köszönjük szépen a lakosságnak a támogatását, a lakosságnak a visszajelzését és a türelmét ezekben a pályázatokban, hiszen nagy felfordulással járnak, és tényleg a megszokott életritmusunktól eltérő módon mehetünk egy pár hónapig, de hát a végeredmény az egy nagyon szép, egy felújított, egy fejlesztett település részlet és település lesz a községünk. Köszönöm szépen az intézményi dolgozóknak az intézményi háttér támogatását, hiszen nélkülük ezek a fejlesztések nem tudtak volna megvalósulni, és nagyon szépen köszönöm a képviselőtestületnek is a pozitív hozzáállását, hiszen partalan viták helyett mindig azt nézzük és azt vizsgáljuk testületüléseken, hogy hogyan tudunk a település fejlesztés érdekében tenni.